Ez itt ismét az Élő Szerepjátékos Podcast. Mai vendégeim Liona és Nándi, akik mindketten nemzetközi szinten is tevékeny alkotók, és mindketten elkötelezett hívei az élő szerepjátékos kultúra magasabb szintre emelésének. Igen széles körben alkalmazzák a LARPos elemeket, és a közösség erős, mentoráló, támogató attitűddel rendelkező tagjai. Liona részt vett több nemzetközi alkotó projektben, mint a Friume Crisis, rendszeres előadója a portál konferenciáknak, és kifejezetten szeret játékok tervezésének facilitálásában részt venni. Nándi több olyan nemzetközi blockbuster játék csapatának is tagja volt, mint a híres Vampír találkozó, a Convention of Thorns, vagy a Tudor-korban játszódó Meeting of the Monarchs. Több hazai történelmi tematikájú játékot is szervezett, mint a Visszatérés a Farkasvölgybe, a Másik Budapest, Lemurália, és a múlt árnyai Agatha Christie Murder Mystery LARP. És alkotott a kamara LARP műfajban is. Grand Café Budapest, kávéházi irodalom Budapesten, City of Lies, kamara LARP a propagandáról, Continuum and Time Travelers Meetup, amely egy időutazós kamara LARP. Üdvözöllek benneteket az Élő Szerepjátékos Podcastnek most már 10-valahanyadik adásában. Örülök, hogy itt vagytok. És rögtön bele is vágunk a közepébe. Azt kérdezném tőletek, hogy mi volt az első olyan igazán meghatározó élő szerepjátékos élményetek, amely bevont benneteket ebbe a hobbiba, és meg is tudott tartani, és mindkettőtök számára fontossá tette ezt a műfajt. Kezdjünk, jó? Igen. Jó, rendben. Kezdjük. Szerintem kettő ilyen volt a kiindulási pont. Az egyik az a pécsi Vampire, még a 2000-es évek elején. A másik meg szintén Pécs környéki fantasy LARP, live. Ez még akkor volt, ez igen, tehát még a live időszakban, amikor még ez volt ezt a megnevezést használtuk. Igen. És Pécs fantasy, tehát az volt elképesztően újszerű nekem, hogy akkor kimentünk Cannes-ba, egy kis faluba, egy ilyen ez egy zsákfalu Baranyában, ahol egy ilyen nagyon ambiciózus fantasy játékot csináltak akkor, tehát ott játékosként vettem részt, ez egy nagyon nagy élmény volt, ott öltöztünk be először úgy igazán, meg voltunk olyan környezetben, ami tényleg olyan volt, mintha ott lettünk volna. És akkor én azt tudom mondani, hogy azután, az élmény után nagyon sokáig kerestem azt az élményt, és Magyarországon nem nagyon találtam hasonlót. És nem, tehát szerintem én tehát a 2000-es évek elején voltam Pécs környékén aktív játékosként, és aztán utána én nagyon sokáig kiestem ebből a körből, és a hobbinak az asztali válfaját folytattam tovább. És majd később a 2010-es évek környékén keveredtem vissza, már nemzetközi, meg főleg ilyen északi inspirációi játékokra rátalálván. Tehát nagyjából ez az anzája. Már egész más műfaj volt. Már nagyon más, hogy nézett ki ahhoz képest, ahol elkezdtük. Nekem nem nagyon tradicionálisan indult ez az egész. Én azt szoktam mondani, hogy én nagyon régen kezdtem larpozni, csak akkor még nem tudtam, hogy ezt larpnak hívják. Nekem az első ilyen élményem az egy zsenyei tábor volt. Zsenye egyébként van Zsenyén egy kastély, ahol rendszeresen vannak ilyen alkotótáborok. Meg, tehát ez egy adott művész közösségnek egy létező ilyen elvonuló alkotóhelye. Gyönyörű szép ősvás park, és a park végében van egy kis ház, ahol azok a srácok, akikkel én gimi óta voltam jóban, akikkel én egyébként az asztalit elkezdtem annak idején, ők kitalálták, hogy csináljunk egy ilyet barátoknak. És akkor összeraktunk egy világot, megfestettük a lepedőre a térképet, meg minden, ami ehhez kell. És az évekig futott, tehát azt hiszem talán 3 vagy 4 év volt, minden évben másik világ, minden évben másik rendszer, gyakorlatilag nulláról, tehát nulláról felépített, kitalált rendszer, és ott voltam én ebben hol ilyen, hol olyan mértékben benne, általában az ilyen kellékek, háttér, dizájn, stb. Világkitalálásban így valamennyire.
És aztán valahogy ez így nem, tehát hogy én nem kerestem igazán ezt, tehát én úgy mindig olyan véletlenül beforogtam Vampire Live-okba, igen, amikor ez még live volt, hogy Nyíregyházán itt ott, és én szerintem egy néhány éve kerültem ebbe a körforgásba valamennyire vissza, messze nem annyira intenzíven, mint amennyire adott esetben lehetnék, vagy amilyennek tűnik, tehát én sokkal inkább vagyok háttérmunkákban, szervezésekben, tervezésekben, mint játékosként. Ezt nagyon szeretem egyébként, tehát nem véletlenül nem azt mondtam, hogy kevésbé vagyok, mint szeretnék, hanem kevésbé vagyok, mint lehetnék. Tehát én inkább azzal a szemmel, ami nekem ugye a szakmám is, ugye tréner, facilitátor, tehát hogy hogyan hozzunk létre egy olyan teret, egy olyan közeget, amiben aztán egy alkotás, egy szervezés, egy tervezés el tud indulni. Nekem ez nagyon sokat ad, én ezt nagyon-nagyon szeretem. Tehát nagyon szeretek játszani, de nagyon, és most ezt csak így kinyitom, aztán erre vagy visszatérünk, vagy nem, én például nehezebb témájú játékokban játékosként nem feltétlenül veszek szívesen részt, viszont kidolgozásban, levezetésben nagyon szívesen. Ó. Mi az, ami ilyen nehezebb téma, ha már felvetetted ezt? Ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy az a LARP, ami a, nem túl szépen, bocsánat, hogy a taknyunkon csúszva áthúz minket az asztal alatt. Tehát ami olyan érzelmileg mélyre visz, nem tudok konkrétat mondani, van egy, aminek a tervezésében benne voltam, ez a bizonyos Silent Night, ez a filme projekt, amit egyébként ugye te is játszottál, ami kifejezetten egy nagyon egyszerűnek tűnő settingből indul, családi karácsonyi vacsora, és nagyon mély, nehéz témák, hovatartozás, politikai beilleszkedés gyakorlatilag a világháború küszöbén, és hát azért ott tudnak olyan témák, olyan dolgok előjönni. Ez egy több generációs, meg több idősíkon játszódó dráma lesz a végére. Így van, igen. Nagyon szeretem ezt a játékot vezetni, nagyon szerettem tervezni, nem szeretném játszani. És neked, Nándi, milyen szinten van jelen a LARP most az életedben, illetve a LARP alkotás? Hát szerintem így a 2000, hát nem is tudom pontosan mióta, de hogy egy jó ideje ez egy ilyen már-már másodállás szinten van jelen, tehát hogy különösen mióta elkezdtük ezt ilyen szervezett keretek közt, meg alapítványi keretek közt csinálni, így azt kell, hogy mondjam, hogy ennek tehát mindig is kerestem az életemben azokat a részeket, hogy hogyan tudom a munkát meg a játékot ilyen átmenet nélkül ötvözni. Úgyhogy valami hasonló. Tehát, hogy ez egyrészt szerelemprojekt, ez egyrészt a kreatív projektjeimnek így a gyűjtőhelye, másrészt meg van ilyen aspiráció, vagy olyan szándék, hogy ez ne csak hobbi legyen, hanem annál valamivel több. Tehát, hogy ez valahogy itt a kettőnek a határmezsgyéjén van. Ez komoly. Azért legtöbbünknél te sokkal komolyabban veszed akkor ezt, és komolyabban implementálod az életedbe és a mindennapjaidba. Ez akkor nem csak hobbi. Lehet azt mondani, hogy így próbálom azt, tehát próbálok úgy tekinteni erre, hogy az élő szerepjáték, ez szerintem egy olyan forma, ami újszerű, ami nem, tehát ami egy médium gyakorlatilag, és próbálom ezt ennek mérten is kezelni. Meg, de na, itt van erősen egy szenvedély eleme ennek az egésznek. Úgyhogy nagyjából ez az anzásított változat most. Itt most az elmúlt időszakból tudtok mondani egy pár példát, hogy milyen kedvenc vagy kiemelkedő LARP-os élményeitek, események voltak, akár alkotói, szervezői oldalról, akár résztvevői oldalról. Mi fogott meg benneteket mostanság?
Sok területen, tehát önkéntesként, szervezőként, meg alkotói, írói, dizájneri vonalon is benne voltam több projektben. Nehéz választani, de önkéntesként szerintem a legfontosabb, az már régebben volt, 17-ben volt egy, és az a nosztalgia miatt is volt szerintem fontos, Convention of Thorns, Lengyel kastélyban összejött, szerintem ott volt 120 játékos, és egy 30 fős önkéntes csapat, és akkor az önkéntes csapatban vettem részt. És nekem ez volt egy olyan élmény, aminek kapcsán elkezdtem ezt a műfajt újra elővenni és komolyabban venni. Ez egy nagyon nagy élmény volt, tehát hogy egyrészt magának a játéknak a levezetése, meg a helyszín, meg a téma, ez egy ilyen történelmi jellegű téma volt, ami mindig is inspirált, úgyhogy ez egyik, amit most kiemelnék önkéntesként. Szervezőként talán, vagy hát ilyen alkotóként talán egyik legizgalmasabb projekt, amiben benne voltam, az 2021-ben volt egy élő szerepjáték és színház hibrid történet, amiben egy bronzkori kultúrát dolgoztunk fel egy ilyen kreatív csapatban. Ez a Gucsedó projekt, Visszatérés Farkasvölgybe című játék, amit ebben létrehoztunk, és akkor ennek volt egy színházi szintje, volt egy élő szerepjátékos szintje, és volt egy ilyen résztvevői vagy nézői szintje. Tehát ez egy olyan játék, egy olyan élő szerepjáték, meg színház hibrid, amit vittünk ilyen nyári fesztiválokra. Ördögkatlan fesztiválon futott, meg ilyen múzeumhoz kapcsolódó fesztiválokon futott azon a nyáron. Úgyhogy ez volt szerintem is szervezői, meg ilyen alkotói szempontból ez volt a legizgalmasabb, vagy egyik legizgalmasabb dolog, amiben benne voltam. Ezt hogy kell elképzelni, hogy van színház is, meg LARP is együtt? Volt egy rendező a projektben, és voltak színészek. Tehát a fontosabb azt lehet mondani, hogy a három a játéknak, a színházi kalandjátéknak hívtuk, tehát nem is őszerepjáték volt, hanem színházi kalandjáték néven futott a dolog. És azért volt érdekes, mert a rendező, akiben a projektben benne volt, ő ezt így a Point and Click játékok inspirációjára, ő ezt így színházi berkekben kialakította ezt a műfajt. Tehát gyakorlatilag a színház, vagy színházból is rá tudnak találni erre az őszerepjátékos műfajra. És ez olyan szép összetalálkozása volt az élő szerepjátéknak, meg a színháznak. Tehát azt úgy kell képzelni, hogy konkrétan végigmentünk egy próba folyamaton a három színésszel, és azt nyitottuk az élő szerepjátékos széna felé is, tehát hogy maga a próba folyamat is olyan volt, hogy próbáltuk az ismerősöket meghívni, hogy jöjjenek a három színészi szerep mögött volt 6-9 játékosi szerep, és maximum ilyen 30 néző résztvevő. Ez egy ilyen szabadtéri játék, ilyen bronzkori falunak az életét modelleztük. Úgyhogy ez egy izgalmas dolog volt mindenképp. Jóna, neked milyen meghatározó élmény volt az elmúlt évekből? Nekem két dolog van, ami meghatározó. Az egyik a már említett, emlegetett Fiume projekt, ami nekem egyszerűen mindenbelileg, mind szakmailag nagyon-nagyon sokat adott, és most lehet, hogy a szakmai, azt nem fejtem ki, hogy pontosan mit is jelent, de hogy nekem az volt az első olyan projekt, nem volt ez munka tulajdonképpen, ahol én részt vettem egy játéktervezésben, úgyhogy én életemben játékot nem terveztem. Aha. És rettenetesen izgalmas volt azt megélni, hogy nagyon-nagyon sok különféle ember került ott össze. Ugye ez, ha jól tudom, akkor a Bálintnak az agyából pattant ki, ugye pont a Covid alatt, hogy hozzunk össze különböző határterületekről embereket. Ugye amúgy is, hogy most valaki élőtör is, vagy élőszerepjátékos, vagy hagyományőrző, vagy stb. Tehát, hogy ez viszonylag sok az átfedés. De hogy...
hogy gyakorlatilag úgy néztünk ki a mi csapatunk, hogy volt ott egy uvóbácsi, volt ott egy történész, volt ott egy játéktervező, ott voltam én, aki tréner, volt, hát most meg nem mondom, hogy micsoda, de biztos, hogy táncolt valamikor, tehát hogy ilyen fantasztikus, csodálatos emberek mindenféle közegből és környezetből, és hogy ebből lett egy játék egy hét alatt. Tehát nekem ez egy olyan élmény volt, tehát én azóta is iszonyatosan büszke vagyok rá, hogy megjelent valami, ami megjelent, felkerült PDF-ben, elérhető, letölthető, játszható, vihető, ami rajta van a nevem. És hogy nekem ez egy ilyen elképesztő dolog, és hogy nem, tehát hogy nem azt éreztem, hogy futottak még, hanem hogy én megéltem azt, hogy én hozzá tudok tenni azzal, amiben én dolgozok, ahonnan én jövök, ahogyan én gondolkodok, az ehhez a folyamathoz aktívan hozzátesz, és érdemben hozzátesz, és én nagyon-nagyon hiszek ebben a munkámban is, tehát ennek mindenféle szakirodalma van, hogy a minél változatosabb egy csapat, annál erősebb és hatékonyabb, de hogy most nem feltétlen belemenve ebbe. És akkor létrejött ebből egy csodálatos játék, és ott volt egy másik csapat, ami meg tele volt improv színészekkel, meg rendezőkkel, meg alternatív színházasokkal, és ők meg létrehoztak valamit, ami meg egy teljesen mindenféle dobozon kívüli, egyébként szintén fantasztikus, az pont egy ilyen nehéz téma. Tehát az egyébként egy Borders nevű, szerintem talán az is, mintha futott volna itt, de ebben nem vagyok biztos. Tehát az meg ezzel a hatalmi szerepek, határok, fizikai határok, tényleges határok, nehézségek, stb. Tehát, hogy azért ők könnyékig belenyúltak ebbe, hogy itt ez elgondolkoztasson. Szóval, hogy nekem ez egy fantasztikus dolog volt, mindezt úgy, hogy talán május elején, vagy májusban voltunk Fiumében, Riekában, és egy hajón laktunk, tehát hogy az egész egy ilyen, tehát ez meg az emberi rész volt, ami teljesen lenyűgözött. És nagyon erős ereje, nagyon nagy ereje tud ennek lenni, hogy az emberek ott összeköltöznek egy hétre, és semmi más nem csinálnak, mint valamit létrehoznak, most ezt nagyon erősen idézőjelben. Úgyhogy ez nekem egy nagyon-nagyon-nagyon meghatározó történet. A másik ilyen az azt hiszem, hogy a tavaly őszi konferencia, a Battle Arp, ami Belgiumban futott, Charleroi-ban, és én úgy kerültem oda, hogy ugye nyáron csináltuk a portált, és jött két állati helyes önkéntes, és így rám írtak, hogy figyelj, amúgy tök szívesen visszahívnánk, és van-e kedved jönni, és akkor beszélj itt nekünk valamiről, akár arról, amiről a portálon, akár bármiről, és úristen. És akkor elkezdtem gondolkozni, hogy mi az, amiről én szívesen beszélnék. És akkor eszembe jutott egy téma, ami egyébként így föl szokott merülni az én tréningjeimen, az érzelemszabályozás bizonyos larpos helyzetekben. Nagyjából annyi volt a lényege, hogy ugye amikor bele akarod tenni magad egy larpos helyzetbe, akkor ugye hogyan, milyen testhelyzetet, hogy hozod azt le fizikailag, hogy aztán érzelmileg is abban legyél, és akkor egy picit megfordítottuk. És akkor beszélgettünk erről. És hát én úgy voltam vele, hogy jó, hát tudom, persze, akkor megvettem a repülőjegyet, és oda megyek, és akkor majd én ott így elmondom, hogy jaj, de jó, meg csinálok bele egy workshopot, mert most senki nem akarja 45 percen keresztül hallgatni, legyen ez valahogy interaktív. És amikor ezt így meséltem embereknek, akkor láttam, hogy így kerekedik a szemük. És így kérdeztem, hogy what? És mondták, hogy és akkor te így előadsz egy nemzetközi konferenciát. Hát igen, de hát ezek csak larposok. De hogy angol? Hát persze, mert hogy a szakmádról. És akkor nekem ez volt, ez egy sokadik konferencia volt, ahova én vittem már valamit, ami valahogyan kötődik az én workshopok, facilitálás, tréning dolgaimhoz. Nekem ez volt az első, ahol összeállt, hogy ez lehet, hogy ezt nem csinálja mindenki minden nap. Tehát, hogy ez valami olyan, amiben így érdemes elgondolkodni, és hogy nem biztos, hogy itt most a spanyol viasz föl lesz találva, de hogy nem is ez a célja. De nekem ez volt az első, ahol én elkezdtem erre úgy nézni, hogy ez,
ez valójában egy valószínűleg sokkal nagyobb értéket képvisel, mint amit én gondoltam. Aha. Ez egy ilyen elég izgalmas dolog volt. Ez a más kérdés, hogy egy háromnapos konferencia utolsó reggelén az alaksorban ablak nélkül. Jó, és sikerült egyébként. Nagyon jó volt, jó élmény volt. Mindketten kifejezetten sok ilyen nemzetközi konferencián megfordultatok már, és előadók is voltatok. Mi az, ami számotokra ezekben a konferenciákban igazán érdekes, meg értéket képvisel? Uh-huh. Tavaly például itt volt Budapesten a Porter konferencia, ami a közép-európai, közép-kelet-dél-európai közösségeknek gyűjtőhelye. És ez az izgalmas szerintem benne, hogy ez egy találkozási hely azok közt, akik ilyen játékokat csinálnak. Tehát, hogy ez egy egyrészt lehet nyilván kapcsolatokat építeni, de hogy lehet tanulni egymástól azt, hogy lehet tanulni a környező országoknak a lapszínáiról, meg arról, hogy náluk mi működik, mi nem működik, milyen játékaik vannak, milyen módszereket használnak. Kettő szerintem ilyen nagyobb ilyen konferencia van, az egyik, amit közel van hozzá, amit említettem, ez a Portál, ez idén Bulgáriában lesz, június 6-9-én, hogyha valaki ez érdekel, ezt érdemes, mindenképpen nagyon ajánlom. Reklám, tényleg menjetek, igen, tök jó. A másik az meg az északi szerepjátékosoknak a találkozási pontja, Knutpunkt, Szolmukhatta, az most Finnországban lesz, ez lesz a következő dolog egyébként, ahova megyek. Aha. Ez jövő héten. Nagyjából holnap után. Igen, van olyan szinten is tudás átadás, hogy ilyen, hát nem egészen akadémiai igényű, de hogy könyvek születnek a játék dizájnról. Azok által, akik ezeket a játékokat csinálják. Jó sokat lehet tanulni, meg jó sokat lehet, meg ezek általában elég jó élmények is. Úgyhogy mindenképpen. És amennyire tudom, egyre többen jutnak el mindkettőre. Most is fogsz előadni? Igen. Mi most a Meeting of Monarchs című korai Tudor korszakot feldolgozó történelmi élőszerepjátékról fogok beszélni, ami a Charmplume Productions nevű ilyen nemzetközi kollektívának az első játéka volt, és ebben én íróként, tervezőként is benne voltam, és most a magához, a kollektívához is csatlakoztam tavalytól, és erről a játékról fogok egy-két mechanikáról, meg metatechnikáról fogok beszélni. Mi működött, mi nem működött. Gyakorlatilag játékosi visszajelzéseket is próbálok elemezni, ez nagyjából a téma. Nekem abban a játékban például a Toker rendszer kifejezetten tetszett. Én nagyon utálom az ilyen mechanikus dolgokat, de ott ugye abszolút szociális elemeket gamifikált, mármint hogy szociális elemeknek a jelzésére, kitüntetettségnek, megalázottságnak a jelzésére volt alkalmas ez, vagy akár elismerésnek a kifejezésére, és ez abszolút támogatja a játékot. Nekem ez tetszett, ez a megközelítés. Na, erről a Toker mechanikáról lesz szó. Aha. Ez az a fő lényeg, mert ez egy nagyon... valakinek nagyon tetszett, mint ahogy te is mondtad, valakiknek meg nagyon nem. Tehát ez nagyon megosztó jellegű lett most időtólag. Három futás után ezt már lehet látni. És tehát ez, igazából ebbe próbálok belemenni, hogy mik ennek az okai. Tehát ez egy ilyen fontos törésvonal, hogy akkor együttműködésre épül a játék, vagy versenyre épül a játék. És hogy hogyan, mi van akkor, hogyha mind a kettő elem, mindkét elem létezik egyszerre a játékban. Nekem ez a mechanika azért tetszett, mert hogy nem helyettesítette bármelyik játékelemet, nem kiváltotta azt, nem elvett tőlünk valamit, amit csak ezáltal lehet megvalósítani, hanem egyszerűen kiegészítette, és szimbolikus jelentősége volt. És akkor ezzel valamennyire tervezői intenciónkat elértük, de hogy voltak olyan visszajelzések, ahol meg
fölöslegesnek érezték a versenyt a játékban, és hogy alapvetően, mert alapvetően ez egy olyan műfaj, amiben egymásra, tehát amiben együtt kell működnünk, tehát amiben ez egy együttműködés, ez nem egy olyan játék abban az értelemben, amit meg lehet nyerni. Igen, tehát, igen, hogy ez nem egy szem, és ebben mégis csak akkor ezáltal, hogy bekerül a tokán, ennek volt egy szemszerűsíthetősége, hogy akkor ki mennyit gyűjtött be ebből a státuszt szimbolizáló dologból, és igen, tehát akkor a negatív visszajelzések egy része az arról szólt, hogy jó volt egy interakció, tök jó volt, nagyon jó volt, nem kaptam érte tokent a másik játékostól, akkor biztos nem volt elég jó. Tehát ehhez hasonló kritikákat kapott. Meg egyáltalán az, hogy most akkor az, hogy valakinek többet gyűjtötte össze, akkor ő a legjobb játékos. És miért került be egyáltalán a játékba? Az, minthogy ez egy történelmi esemény dolgozott fel, a 1520-ban az Arany Brokát mezein, Calais környék közelében találkozott a francia király első Ferenc és 8. Henrik. Ez egy ilyen diplomáciai történelmi esemény, de hogy történelmi jelentősége a diplomáciai történeti szerződésnek semmi jelentősége nem volt. Aminek jelentősége volt, az a két udvar közti vetélkedés azon, hogy melyik a jobb udvar, melyik a reneszánszabb udvar, melyik a királyibb, méltóbb udvar. És ez történelmi is egy nagy ilyen lovagi tornákban és mindenféle hasonló eseményekben gazdag találkozó volt, ami abba kulminált, hogy a két király végül birkózott egymással, ami egyébként az elfogadott szabályok ellen ment. Tehát a királyoknak nem lett volna szabad részt venni a versenyben ilyen szinten. Bevontunk a tervezés során történészeket is, akikkel próbáltuk azt körberajzolni, hogy mi fontos ebben a játékban, mi fontos ebben az eseményben. És hogy nagyon egyértelmű volt, hogy itt a verseny, a két udvar közti verseny, ez egy központi dolog. És ezt akartuk megmutatni a játékon, ezért került be a versenyre alapuló mechanika. Úgyhogy érdekes ezt hallani, hogy akkor, és tényleg voltak olyan játékosok, akik szerint ez volt a legjobb élő szerepjátékos mechanika, hogy valaha lettek, és voltak olyanok, akik ez a vegyétek ki a játékban, mert nincsen rá szükség. Tehát hogy nagyon-nagyon nagy a szórás. És neked mi az, ami bevonzó az ilyen nemzetközi LARP találkozókon, akár konferenciákon, akár ezeken az alkotó egyhetes eseményeken? Én ugye portálokon voltam, tehát az egyéb további külföldi, ugye Knutpunkton én például nem voltam, nagyon szeretnék egyébként majd egyszer elmenni. Nagyon vonzó dolognak a színessége, meg amiket hallok. Most sok minden jutott itt közben eszembe, hogyan tudok ehhez kapcsolódni. Kezdem az egyszerűbben talán. Hogy elmegy az ember egy kicsit lélegezni. Tehát, hogy egy picit kilépsz abból, amiben vagy, és ez a kicsit ez a friss levegő. Tehát a másnak a másféle vagy a gondolkodás, a működése, nemzetkizisége, ami szerintem borzasztóan izgalmas. És hogy egy ponton túl, és én ezért szeretek nagyon másokkal együtt dolgozni, egy ponton túl nem tudsz tovább lépni saját magadon, saját magadnál. Tehát minden, ami ebben jön impulzus, az nagyon termékeny tud lenni. És ennek egy picit az érmének talán a másik oldala, vagy egy nagyon-nagyon izgalmas megélés pont ezen a bizonyos betalarpon, ami hát úgy volt nemzetközi, hogy nem volt nemzetközi. Fölvetett ez egy nagyon izgalmas kérdést, a dolognak az elérhetőségéről, ugye nem fog eszembe jutni erre a szép magyar szó, segítsetek ki, léci accessibility. Volt egy
nem halló résztvevő. Oh. Tehát a megnyitó konferencián volt egy jelnyelvi tolmács, ami szerintem fantasztikus dolog, hogy erre figyelünk, és ez ott van, és egyébként ő tartott egy, azt nagyon szerettem volna arra beülni, de nyilván nem értettem, tartott egy workshopot, vagy egy ilyen előadás beszélgetést arról, hogy ő, mint nem halló résztvevő, neki hogyan lehet egy LARP-ot adaptívvá tenni, hogyan lehet ő vele úgy dolgozni, hogy ő ott csatlakozni tudjon, jól érezze magát, komfortosan érezze magát, ami nekem már csak szakmámból, hátteremből adódóna is egy iszonyú fontos dolog, és szerintem tényleg nagyon csodálatos beszélgetéseket indít el, és közben ott álltunk 8-an, akik egy büdös kukkot nem értettünk a nyitóhoz előtésbe. És akkor így, tehát hogy tudod, most akkor hol is van ez az egész? Igen. De hogy én nagyon szeretem ezt a hogyan tudjuk egymás különféle izéit úgy együtt működtetni, hogy az jó legyen. Én ezért szeretem a nemzetközi dolgokat. Teljesen más, hogy gondolkodik valaki Nyugat-Európában, mint Kelet-Európában. Most az anyagiakról, az inkluzivitásról, nagyon sok mindenről. És szerintem ezek a kapcsolódások állati fontosak. És azért itt bejön valamennyire ez, amit te is mondtál, ez a van, aki imádja, van, aki utálja. Hogy az egyik első, vagy nem, bocsánat, az első ilyen workshop, amit tartottam, az pont Athénban volt, egy athéni portál, a feedbackről, hogy hogyan feedbackeljünk, és voltak erről nagyon izgalmatos beszélgetések, mert hogy mindig lesz olyan, aki utálni fogja az egészet, legjobb, amit ezt nem tudom nevetés nélkül elmondani, ez egy csodálatos sztori. A bolgárok mondták, hogy a két inkább nem tudunk vele mit kezdeni típusú visszajelzés az volt, hogy éjszakai, tehát apokaliptikus LARP tényleg nagyon minimális, stb. Az egyik az éjszaka túl sötét volt, illetve az erdőben túl sok volt a fa. És akkor most nyilván ez lenne. Tehát, hogy közben szerintem ez nagyon izgalmas, hogy szerintem ennek, hogy valaki mitől szeret, vagy mitől nem szeret egy mechanikát, mitől szeret vagy nem szeret egy workshopot, egy debriefinget, ami nekem szintén nagyon nagy szívem csücske, az nagyon tud múlni emberen, játékoson, kultúrán, háttéren. Szóval, hogy én nagyon, amikor beszélgetünk erről, hogy mit viszel témának, engem nagyon érdekel, hogy ennek mi lesz a fogadtatása, mert hogy túl azon, hogy szerintem ez egy írói szempontból, dizájn szempontból is nagyon érdekes, játékosi szempontból is nagyon érdekes, és szerintem szociális, meg társadalmi szempontból is egy iszonyatosan izgalmas kérdés, hogy erről mit gondolunk. Az egyhetes rezidenciáknak is, meg a különböző konferenciáknak, nemzetközi vagy nem nemzetközi, az egyik ilyen legnagyobb nehézsége, hogy hogyan kerülünk el, hogyan jutunk el arra a szintre, hogy értjük azt, hogy az alatt, a szó alatt a másik mit gondol. Igen, igen, igen. Tehát, hogy azt, hogy most akár az együttműködés, vagy az adott mechanika az mit jelent, azzal hogyan játszunk. Párhuzam ebben a különböző területeknek, vagy a határterületeknek az együttműködése. Tehát az, hogy az nagyon izgalmas a színházi emberekkel együtt dolgozni, akár a filmprojektben, akár az említett Vucse dalban, mert ott is nagyon hasonló szóhasználat, nagyon mást jelent. Mit jelent az improvizáció az élőszerepjátékban, és mit jelent az improvizáció valakinek, aki színházban képzett. Egyáltalán mit jelent az élőszerepjáték, mint ezt feltette az egyik színházas résztvevő, hogy na de most akkor de gondolnád, mi hogy... Mi a LARP? És egyébként ez is olyan jó kérdés, mert hogy ennek sem egy fogalmi, egy definíciója. És hogy egyébként most így az élő szerepjáték, mint szó, az megvolt már szerintem a 90-es években, és azt meg a live-nak használtuk. Igen. A live meg a lap az változott egyet, de hogy a magyarban ez élő szerepjáték. Igen, igen. Tehát, hogy ez az állandóság megvan, ezt csak ki akartam hangosítani. De hogy és hogy nagyon közeli fogalmak nagyon mást jelentenek. És hogy akkor igen, ez most, amikor mit csináltunk, ez a játék, mondjuk a Borders, az akkor milyen műfaj? Bele illeszkedik-e még az élő szerepjáték műfajába, vagy az már valami más?
Az egy élmény, az egy színház, az egy tanulás, színház, az egy beszélgetős, invitás. Persze, de jó, igen. És az a színház, hogyha igen, és ha egy néző se hallja, hogy kidől a szék, akkor az egy erdőben van-e. Bocsánat. Igen. De ennek ellenére ezek szerint azok is tudnak kapcsolódni egy ilyen alkotó folyamathoz, akik életükben nem larpoztak, és nem is nagyon van fogalmuk ezekről az alapra definíciókról. Még lehet, hogy jobban is, mert hogy nem, ugye az izgalmasabban, hogy amit mi larpnak hívunk, az az asztali szerepjátékos színából nőtt ki, vagy abból a műfajból, vagy abból a játéktípusból, de hogy alapvetően ilyen szerepet játszó játékok, azok léteztek az asztali szerepjátékok előtt is. Hogy visszatérjek az eredeti kérdésedre, hogy mennyire vagy mennyire nem kell játéktervezőnek lenni ahhoz, hogy az ember játékot vagy larpot tervezzen. Én azt gondolom, hogy valójában nem biztos, hogy larpot tervezünk. Nyilván azt is, de hogy egy élményt tervezünk. Egy három órás valamit, mert szerintem az experience designról te sokkal többet és mélyebben tudsz talán beszélni, mint én. De hogy én azt gondolom, hogy ha valamit adni szeretnénk, legyen ez egy történet, legyen ez egy játék, mindegy, hogy minek, tehát most egy kicsit azt gondolom, hogy mindegy, hogy minek nevezzük, de hogy az, hogy emberek mit hoznak, hogy hogyan gondolkodnak, azt biztos, hogy bele tudják tenni. Hogy kell ehhez valaki, aki ezt elősegíti, facilitálja, összefogja, az szinte biztos. Tehát, hogy, és most nem feltétlenül azért, mert össze tud kerülni nagyon sok tudás egy csárdába, hanem mert mint minden projektnél jó, ha van ennek egy vezetője, jó, ha van egy közös irányvonal, és ez az, ahol, tehát amit én nagyon izgalmasnak tartok, ugye ez a bizonyos facilitációs irány, de hogy abban abszolút egyetértek a Nandival, hogy annál is inkább tök jó, ha valaki nem ebben van könnyékig, mert nem limitálja az egyféle irány, ez a bizonyos, mit nézek, szok meg, ha kalapácsom van. És hogy én láttam jól működni, meg láttam nem annyira jól is működni ezt, de hogy szerintem az egyetlen komoly limitáló erő akkor, hogyha valaki nem játéktervezőként csatlakozik egy játéktervezésbe, az az, hogyha ő nem hiszi el, hogy ő ebbe tud adni. Aha. És most ez ilyen nagyon lilán hangzik, de hogy én biztos vagyok benne, hogy bárki oda bejön, akkor az ő szemléletmódjával legyen ez egy, nem tudom, egy egyébként épületeket tervező valaki, aki nagyon precízen, nagyon pontosan dolgozik, vagy egy óvácsi, aki ugye történetekkel, mesékkel, kicsi gyerekekkel dolgozik, vagy egy táncos, aki fizikai szinten nézi a világot, vagy egy illusztrátor, aki meg a vizuális megjelenítésbe tud. Tehát, hogy most száz meg egy példát tudnék mondani. Én szerintem, hogyha ebben ki tudjuk nyitni egy picit a fejünket, meg a szemünket, hogy mindenki ebbe bele tudja tenni a magáét, és abból, tehát én azt szoktam mondani, hogy ez az, amikor kettő meg kettőből nem négy, hanem annál sokkal több lesz. Én nagyon ez a varázslat, amiben ki lehet nyitni ilyenkor az emberek fejét, mert nekem néha még ma 2024-ben is az a tapasztalatom, hogyha valaki megkérdezi, hogy mi az az élő szerepjáték, és azt megpróbálom elmagyarázni neki, akkor is csak olyan két kedve néz vissza rám, hogy aha, hát biztos értelme van ennek. Az ilyen projektek kapcsán szerintem a legegyszerűbb azzal kezdeni, hogy játszunk egyet. Aha. Tehát jellemzően az első napja egy ilyen hétnek az azzal nyit, hogy akkor mindenkinek lesz a saját élménye arról, hogy milyen lehet egy élő szerepjáték, rövidebb kamara játékot szoktunk az első napra betenni, és akkor ahhoz képest az úgy elindítja a dolgot. De egyre inkább azt látom, hogy ez a visszajelzés, hogy a játék az egyre elfogadottabb, meg egyre inkább egy vágyott valami. Tehát nem tehát múzeumokba be tudtunk jutni játék, élő szerepjátékkal, de egyáltalán játékkal, ami nem akár 10-15 évvel ezelőtt nem lenne egyértelmű.
Én azt gondolom, hogy ez nekünk könnyű dolgunk. Könnyű és egy kicsit privilegizált helyzetünk van, tehát mi most ebben könnyékig benne lévő emberként beszélgetünk egymással, meg veled, aki szintén viszonylag képben van ezzel. Tehát, hogy teljesen laikusokkal leülni egy ilyen folyamatnak, az biztos, hogy sokkal több előkészítést igényel. Tehát azt gondolom, hogy azok az emberek, akik ott vannak egy ilyen tervezési folyamatban, azok azért általában ott akarnak lenni. Ezért vagy azért. Tehát, hogy nem véletlenül fújta őket oda a szél. Tehát nyilván könnyebb így dolgozni. De igen, én azt gondolom, hogy a gyere, hadd mutassam meg, az egy csodálatos dolog. És az, hogy a játék mennyire vágyott, vagy mennyire elfogadott, én ugye trénerként nagyon sokat játszom. Én általában élmény alapú tréningeket csinálok, tehát én nem hiszek abban, hogy én elmondom, és akkor az úgy jól van, hanem ezt valami élmény, saját élmény ebben legyen. Egyébként az a kis zárójel, az a furcsa ember vagyok, aki a trénerségét átcigöli a szerepjátékba, meg a szerepjáték tervezésekbe, a szerepjátékot nem szokta a tréningeibe átcipelni, tehát hogy ezek más típusú játékok. De hogy én nagyon hiszek abban, hogy játszani alapvetően jó, és az emberek nagy része szeret, legfeljebb nem vallja be magának. Nyilván ezt nem kell egyetérteni, és nyilván észszel, tehát hogy az nem működik, hogy oda megyek, és akkor most behajítom ide az embereket, tehát ha valakiben ellenállás van, most függetlenül attól, hogy tréning vagy LARP vagy bármi, akkor azt igenis validként a helyén kell kezelni, és akkor igenis annak kell egy workshop, egy beszélgetés, egy lehetőség arra, hogy azt mondja az ember, hogy nem köszönöm, ez mégsem az enyém. Én azt szoktam ilyenkor behozni, hogy egyáltalán meg szoktam kérdezni, hogy van-e kisgyerek a környezetedben, mert hogy ők rengeteget tanulnak, tapasztalnak, fedeznek föl a világból azzal, hogy játszanak. És hogy ezáltal, hogy és egy picit így be lehet ezt vinni, hogy ez nem csak egy gyerekek számára lehető dolog, hanem ez egy nagyon komoly tanulási, tapasztalási folyamat. És nem kell minden LARP edulárp legyen, és nem kell minden LARPból valami nagy, mély és messze menő akármit levonni, de én azt gondolom azt, hogy az ember megél, megtapasztal valamit, attól ő több lesz a végére. A maga módján, bárhogyan, bármit jelentsen is neki ez a több. Na most már elhangzott ez a varázsszó, amit mostanában nagyon szeretünk többször kimondani, ez az edu-larp. Mi az, ami szerintetek egy larpot edu-larpá teszt, vagy egy edukációt larpos edukációvá teszt? Annyiban dobnám vissza a kérdést, hogy tehát nehéz megúszni azt, hogy tanulj valamit, hogy miközben játszik. Tehát, azt hiszem ez az egyik alapja. És akkor ezért került szerintem elő ilyen viszonylag, tehát hogy ilyen oktatási szempontból, hogy ez egy jó eszköz arra, hogy valamilyen dolgot, valamilyen fajta dolgot átadjunk. Valószínűleg mindenre nem jó, tehát hogy ez nem egy panacea, amiben akkor minden fajta oktatásban működik, de a legtöbben szerintem legtöbb fajta tudást át lehet adni azzal, hogy eljátszuk. És személyesen például a jogászképzésben nagyon értékeltem volna, ha lett volna ilyen. Egyébként én Pécsre jártam jogra, és emlékszem, hogy csináltak 2000, mindegy, elején egy tárgyalótervet, amit aztán éveken keresztül nem használtunk arra, hogy eljátszunk tárgyalásokat. Igen. És aztán végül én vittem ilyen ENSZ modell konferenciát, és akkor azt ott használ, aztán azóta, nyilván azóta már használják a tervet hasonló ilyen párbeszédversenyekre, de hogy a párbeszédverseny, meg az ilyen mock trial vonal is hasonló, hogy akkor először próbált ki magad olyan környezetben, ahol nincs tétje a dolognak. De tehát nagyon sok ilyen foglalkozásbeli, ilyen szakmai tréning az ilyen alapul, hogy eljátsszák a hadgyakorlatot az asztal körül a porosztábornokok. Vagy még
amikor használnak hasonlót elsősegély tréningben, van nagyon nagy hagyomány annak, hogy színész játssza el a résztvevőknek, hogy akkor ő milyen sérülést szenvedett el, és azt van, hogy vannak olyan verziók, amiben fel is festik a sérülést. Tehát, hogy ennek van... És ebből azt, nem csak képzés, ebből verseny is igen. van egyébként. Ez fantasztikus. Tehát a legjobban működő edularp az talán olyan, amit nem biztos, hogy annak hívunk, vagy nem azzal az intencióval megyünk bele. Igen. Arra akartam rácsatlakozni két felől, amit mondtál, hogy a bizonyos tudás átadás és a debriefing, hogy én ott forgatnám át ezt egy picit, hogy nem is biztos, hogy tudás átadás. Tehát a dolgoknak, valószínűleg ugyanarról beszélünk, csak nem ugyanazokat a szavakat használjuk, mintha lett volna már erről szó, hogy tehát ami történt. Egyrészt ami történt, másrészt ami indul el. És ugye ez, amikor leülünk, és egy picit átgondoljuk, átbeszéljük, kijövünk a karakterben, ami legalább annyira fontos, nekem nagyon tett, én nagyon szeretek ezzel dolgozni, és nem csak azért, mert szerintem ott tudnak igazán fontos dolgok elkezdődni, mind emberi megélés szinten, önismereti szinten, mind pedig akár ez a bizonyos tudásátadásnak az egy elkövetkező, vagy egy elkövetkezőbb szintje, mindjárt mondok erre példát, hogy mire gondolok, hanem azért, mert hogy ott hozzuk vissza a játékost onnan, ahova őt adott esetben lerángattuk egy nehezebb témájú játékban. És akkor most vajon ez edukációs célú-e? Mit nevezünk tanulásnak? Szóval, hogy megint ugyanoda forog vissza ez a bizonyos kérdés kerék. És pont a Silent Night egy ilyen játék, ami ugye azzal ha valaki nem játszotta, vagy nem hallott róla, ugye azzal a szándékkal jött létre, hogy a két világháború közti filmének a történelmét egy picit közelebb hozza az emberekhez. És azért is vagyok ennek a projektnek teljesen szerelmese, mert én nem vagyok egy nagyon történelmi ember. Tehát, hogy engem a történelem az így az ókorig nagyon, mert ott a kultúra, meg a művészetek, és akkor amikor a kikivel hogyan állt hadban, az nekem így annyira nem izgi. De hogy az történt, hogy ezen a projekten a harmadik napon elkezdett behúzni ez az időszak. És elkezdett érdekelni, ez egyébként teljesen bizarr néhány év, hogy most akkor mi a csuda is történt itt ebben a városban. És hogy egyrészt ennek a játéknak vállalt feladata valamennyire ezt megismertetni a játékosokkal, de hogy persze valamennyit tapasztalnak ebből a játék alatt, és akkor a debriefing az egyrészt kihozza ebből a mély családi drámából őket, másrészt úgymond tovább gondoltatja velük, az három felvonásos a játék, hogy okay, akkor gondold végig, hogy mi a karaktered negyedik felvonása. És ez ugye szerintem azért nagyon erős, egyrészt mert segít elköszönni, tehát maga a technika is az, hogy ne azt mondd, hogy én ezt és ezt, hanem mondd azt, hogy Katarina ezt és ezt csinálja. Mert hogy te, mint játékos, ugye ott ülsz már 2020-akárhányban, azzal a tudásoddal, hogy 1920 mit jelentett annak idején. Nyilván hála az Istennek fogalmunk sincs, de hogy azért valamennyire jobban tudjuk, mint azok, akik ott akkor benne ültek. És hogy persze tovább mehetsz egy olyan vonalon, hogy a történelmet is beleszövöd, vagy egy olyan vonalon, hogy nem. És itt szerintem nagyon, tehát hogyha a játékosok úgy tudnak egy LARP-ról kimenni, hogy beszélnek, hogy akarnak beszélni az élményről, akkor szerintem mi már ott elértünk valamit. Aha. Hogy ez most technikli egyedül LARP volt-e, engem ezt tulajdonképpen nem érdekel. De hogy ugyanígy el lehet kezdeni beszélni azokról a nehéz témákról, amiket felhozott, az érzékenyítésről, ha ez a célunk, a megélt szerepekről. Sosem gondoltam volna, hogy egyedülálló édesanyaként ezekkel a kérdésekkel szembesülök, mint karakter, stb. Tehát, hogy... És én itt ezzel, nagyjából ezzel, ha egy mondatban akarom megválaszolni ezt a dolgot, akkor azt mondanám, hogy minden, ami tapasztalat, az hozhat tanulást. És itt ebben nagyon egyetértek azzal, amit mondtál, hogy nem biztos, hogy az a legedúbb edularp, amit akként
hozunk, vagy aminek az a szándéka. Csak bekapcsolódva egy dolog, amit mondtál, és szerintem tök fontos, az az, hogy amit ezzel lehet elérni, és szerintem oktatás, amit tudunk elérni oktatással, hogyha fel tudjuk kelteni azt, hogy érdekeljen valami, fel tudjuk kelteni a kíváncsiságodat. Tehát ez kb. Az, amire szerintem bárki, aki oktatni akar, aspirálhat. Tehát, hogy te érdeklődj valami iránt. És akkor, hogyha már ezt sikerült elérni, hogy akkor a játékod feltesz kérdéseket, hogy akkor érdekes, nézzünk jobban utána a fiumei időszaknak, vagy a bronzkornak, vagy bárminek, vagy a Tudor korszaknak, vagy bárminek igazi valami a játék témája. Kinyitunk egy ajtót gyakorlatilag. És tehát, hogy a tudás átadásra szerintem egy jó példát tudok hozni, amikor próbálunk nem csak ajtót nyitni, hanem a kérdésekre választ is adni, az a Vucsadó projektben konkrétan volt régészünk, amikor végigmentek a játékosok, meglement a színházi kalandjáték, ez egy másfél-két órás élmény volt, utána a lezárás után ott volt mindig velünk a projektben, a csapatban szerencsénk volt két régész, ezért valaki mindig tudott ott lenni, konkrétan válaszolni a résztvevőknek a kérdéseire, hogy jó, oké, ezt most lejátszottuk, de egyébként hogyan volt és mit tudunk. Ez volt a Ligonával és Nándival folytatott beszélgetés első része, amelynek folytatását jövő héten megtekinthetitek. Ha elnyerte tetszéseteket, iratkozzatok fel csatornánkra, és akár nyilvános kommentben, akár privát üzenetben mondjátok el véleményeteket. Play to have fun, play to lift!